Másfél év kihagyás után tértél vissza, ugye most a tavaszi szezon elején nehéz időszak volt nézni kintről, hogy bajnok lesz a Fradi, aztán Európa Liga csoportkörbe játszik, és te meg nem tudsz segíteni, vagy egyáltalán nem tudsz pályára lépni? Nem volt nehéz, igazából csak szurkoltam a csapatnak, és jó volt látni az, hogy jól teljesítenek. Nyilván egy sportoló minél többet szeretne játszani, de amikor megtörténik a sérülés, szóval az minden játékos tudja, hogy ez a karrier része lehet, hogy megsérül valaki, szóval mihez valaki ezt tényleg elfogadja tiszta szívéből, akkor semmilyen rossz érzés nincs benne, szóval bennem se volt rossz érzés, hanem azon voltam, hogy minél hamarabb visszakerüljek, és ahogy csak lehet pályán kívülről, vagy amikor edzésen vagyok, akkor segítsek a csapatnak, amiben csak tudok. Szóval abszolút nem volt rossz érzés. Ilyen hosszú kihagyás után ugye fontos kérdés, hogy tudsz visszatérni a kispadon, számít rád a mester, vagy akár a játéktéren, de neked ebben igazából szerencséd volt, hiszen mind a három eddigi mérkőzésen kezdőként léptél pályára. Számítottál erre? Igazából nem, különösen nem számítok semmire sem, mert a tőlem kívüli dolgokat, szóval számíthatok én bármire is, hogyha teljesen nem reális az a dolog, szóval nem számítok semmire sem, hanem inkább azzal foglalkozok, hogy én mit tudnék tenni ahhoz, hogy egy jobb játékos, egy jobb ember legyek, szóval csak azokon a dolgokon, csak arra koncentrálok, nem lenne értelme más dolgokon koncentrálni. Ezen a három mérkőzésen hogy érezted, visszanyerted azt a formát, ami a sérüléseid előtt volt? Szerintem ezt a kettőt nem nagyon lehet összehasonlítani, mert teljesen más körülmények. Ugye most egy metáldarab van a lábamban, szóval túlestem három műtéten, nem fogok semmit se hasonlítani a múlthoz, mert az se vezetne, az se segítene a jelenen, hogy én hasonlítgatok dolgokat. Igazából a jelenből megpróbálom a saját testemből a maximumot nyújtani, és csak ezzel foglalkozok. Ugye fontos bajnoki van a hétvégén, a MOL-Fehérvár ellen. Mit vártok ettől a mérkőzéstől? Én speciál nem várok így különösen semmit, mert a mi dolgunk az nem változik más meccstől, szóval ugyanaz a dolgunk, bárkivel játszunk, bármilyen meccset játszunk, tehát a játékos játszik, ugyanaz a dolga mindig, és ez pedig szóval maximumot nyújtani. Ugye az edzővel megbeszéltük, hogy milyen feladatok vannak a pályán, a csapat tudja, hogy milyen, hát a játékosoknak posztról posztra mik a feladatai, szóval mindenki arra koncentrál, nem hiszem, hogy ilyen várás, vagy valamilyen várnának valamire, hanem saját erejükből próbálják ugye a pályán megmutatni, maximalizálni azt, amit tudnak, és így akarjuk megnyerni a meccset, szóval mindent beleadunk. Az elmúlt idényben azért elég feszült meccseket játszott a két csapat egymással, ez nyilván a tüskék, meg az emlékek ott maradnak a játékosokban. Szerinted ez a kezdő sipszó pillanatában még számít, mi történt a múltban? Ott van még a feszültség, vagy ez most tiszta lap? Hát az, hogy ott van a tüske, azt te mondod, bennem nincsen semmilyen tüske. Szóval a több játékos nevében nem tudok beszélni, nem tudom, hogy bennük van-e tüske ilyen téren. Ilyenekről nem beszéltünk. Szóval bennem nincs tüske, mert hogyha lenne is, az inkább a fókuszt venni el attól, hogy saját magamból kihozzam a maximumot, és nem magammal törődnék, hanem mással, és szerintem ennek nem túl sok értelme van, főleg egy ilyen fontos meccsnél, szóval bennem semmilyen tüske nincsen. Szükség lenne a válogatottnak egy jó hátvédre a márciusban. Cél az, hogy a válogatottba bekerülje az Európa-bajnoki pótselejtezőre? Őszintén nincsenek céljaim, hanem próbálom most a jelenbe, meg minden edzésen, minden meccsen, szóval ami aznap van, azt próbálom hát ugye tökéletesen elvégezni, amit talán nem is lehet, de magamból a maximumot próbálom nyújtani, és tudom, hogy ha az ember így áll hozzá bármihez, bármilyen szakmáról van szó, akkor ugye feljebb is feljebb kerülhet, úgymond ebben a sportágban, a szakmájában, úgymond hát ugye az eredményben,
és hát nem nagyon nézek így a jövőbe, hanem próbálom a jelent úgymond kimaxolni, keményen edzeni, és odafigyelni, hogy rendben legyek mentálisan, ugye testileg, és hogy jobban és jobb meccseket tudjak játszani.